A kerekasztal megbeszélésen a Vöröskereszt regionális szervezetei vettek részt, akik meccéspontokat kerestek egy közös tapasztalatokon alapuló, fenntarthatóbb szociális támogatási rendszer stratégiájának kidolgozásához. Vajdaság tartománya eszközöket biztosított arra, hogy előkészítsünk egy nagy akciót, melynek keretében körkérdést készítünk a szociális szolgáltatások felhasználóinak körében. A szociális támogatások felhasználói elsősorban az egyedülálló anyák, az 50 év feletti munkanélküliek és a fogyatékkal élők. A támogatási rendszer fenntarthatósága mindenkinek az érdeke. Emellett fontos, hogy a felhasználók feltalálják magukat és önellátóvá váljanak. Ez a munkamódszer nem csak megerősíti a szervezet stabilitását, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy eljuttassuk a szolgáltatásainkat a felhasználókhoz. Az érintetteket ösztönözni kell, hogy ne csak várják a segítséget, hanem maguk is segítsék a rendszert. A szociális támogatás legfontosabb intézményei a régióban a Vöröskereszt helyi szervezetei, ezért az első lépés, hogy az itt tevékenykedő önkénteseket felkészítsék a munkára. Ez az, ami miatt mi szakemberek szeretnénk megtanulni, hogy miként adjuk át az önkénteseinknek azokat az ismereteket, amelyeket felhasználhatnak a rászorulók megsegítésében. Ez a fő célunk. Reményeink szerint ma felkészítenek bennünket arra, hogy hogyan vonjuk be a szociális vállalatokat ebbe a munkába, illetve hogyan fordítsuk a bevételeket azokra az aktivitásokra, amelyek hasznosak lehetnek a felhasználóinknak. A tanácskozáson Szerbiából a szabadkai, a kragujevaci, az uzsicei, a régióból pedig az ohridi, a trebinyei és a bári Vöröskereszt egyesületei voltak jelen.